A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma immáron harmadszor fogunk beszélgetni Brückner Ákos előtt tisztelti szerzetes atya életútjáról, hiszen az elmúlt héten, vagy hónapban, tehát február elején köszöntötték pappá szentelésének 60. évfordulóján. Nos, akkor addig jutottunk, tisztelettel köszöntöm, örülök, hogy itt van velünk is ismét. Köszönöm a figyelmet, és köszönöm a megértést. A spirituális időszakról beszélgettünk, aztán jön egy nagyon fontos szakasz az életében, hiszen bányalelkész lett. Én azt gondolom, hogy, és itt már a műsor előtt beszélgettünk erről, hogy a bányász közösség egy olyan összetartó csapat, akik bízvás számíthatnak a hétköznapokon is egymásra, és azt hiszem, hogy ez egy különleges időszak volt az ön életében is. Igen, mindig szeretettel emlegetjük egymást, most is többször találkoztunk, de mielőtt ezt részletezném, azért hadd köszönjem meg, hogy itt együtt lehetünk, és ilyen jól beszélgethetünk. Ezt igazán nem kerestem, de a minyen gazdája vár, én örömmel fogadom ezt a lehetőséget, hiszen egy valóságot élek meg abban, hogy az Úristenhez tartozunk, és hogy komolyan vesszük őt, és nem öncsalás az, hogy az ember ezt vagy azt eléri, vagy megkapja, vagy kívást lát, hanem ez egy reális kapcsolat. És ezt szeretném, hogy a valósághoz tartozik, a valóságot jobban kéne szeretnünk, a sok technika és sok körülvevő paraméter és panel között. Jobban kéne ráfigyelnünk, és azt gondolom, hogy ez egy nagy segítség, hogy rádöbbenünk, hogy végülis ő a valóság, és ha hozzátartozunk, és benne kitartunk, akkor egyszer még teljesebben látjuk meg, hogy miért élünk, és hová tartottunk. Ön erre a példa, atyám. Hát én ezt keresem, és szeretem tanúsítani, és azért vagyok nagyon hálás az Isten hűségéről, és ott lehet ejtett. Így kerültem én Tatabányára, mert már ott a szemembe ugye kitelt az időm, egyrészt hosszan voltam 9 éven át, másrészt meg a szelek másképp fújtak, és akkor kitettek engem, még azt mondta a püspöki helynök, hogy hát azért teszünk téged a Zord nyugatnak, tehát Zord keletnek, ugye, tehát a Zord nem a nyugati soproni tájakra, hanem a keményebb keletiekre, Budapest közben, mert úgyis budapesti rokonaid vannak, hogy legyél ott is jobban közel hozzájuk. És elég az hozzá, hogy nagyon jól jártam ezzel, mert Tatabánya egy igen küzdelmes hely. Én a bányaszférához tartozom, a városszférához, ez két irány volt akkoriban. És a bányának Gál Istvánnak óriás szerepe volt a bánya vezérigazgatójának, és a helyettesének, a nagyon nagy Andrásnak, ugye, igen örültem, hogy ott vele együtt lehettem, meg a testvérem már tér is van elnevezve. Tehát nagyon jó volt ez így. És egy olyan hűséges közösség alakult ki közöttünk ott a sokféle szorongatás ellenére, ami máig napig is nekem nagyon kedves és élő kapcsolat. Ugye egy eszterházi birtok volt ott a Tatabányán, és a Szent István templom is ott épült. Igen, viszont igen. Azt is tudjuk, hogy ez egy új körzet volt, ha úgy tetszik, és azt gondolom, hogy ciszterciként élni a kommunizmus alatt, már pedig a bányászokra azért az elkötelezettség volt a jellemző, nem lehetett egyszerű. Hogyan lehet közösséget építeni ilyen körülmények között? Hát mi a második Vatikáni zsinatot vettük nagyon komolyan, Solymos András, mint vezérigazgató helyett, és később még magasabb posztra került, és egy mérnök, aki elég bátor volt, tartozott hozzánk, feleségek, orvosok, olykor egy-két tanár is nagyon bátran, és bányász özvegyek, nagyon ez volt a környezet, de azért a Barancsek Lajos megkemült, hogy nagy műszaki volt, és a toronyban torony úr a gazdája volt, és sokat tartozott. Ez egy nagyon kedves csapat alakult össze, és a fiatalokkal is összebarátkoztunk, hát mert aki mégis vállalta hitvalló életet, csendesen, de nagyon derűsen és sok összefogással, az ott valóban nagyon otthonra talált.
Tehát elfogadtuk egymást, és még mai napig is egészen különlegesen érint bennünket, hogy ott a zsinatot kipróbáltuk, a zsinat tanítását. Tehát nyilvánvaló csak próbálkozás, de azok a megfrissülő egyházi szemléletek, szempontok, amik akkor osztályrészünké váltak, azok nagyon élhetőké tették a közösségünket. Hát voltunk zarándok, hogy konkrétabban mondjuk, voltak karácsony esti, a szentestén, délután is, meg az évfélmise előtt is eljátszok a betlemesi játékot, amit a Ján Frigyesné Zsóka tanárnő merészen bárta mindig újat és újat írt. Remek volt a Szent Erzsébet négy karácsony és hasonló ilyen alkotásai. Hát úgy, hogy leheteket vagyon előadtuk, egymást összeautóztuk, ugye Trabanttal egymást összehoztuk, meg a különböző hát alkalmi találkozásaink, vagy rendszeres névnapok köszöntése, vagy pedig hát egy hittan szombat délután felejtetlen találkozások voltak ezek fiatalokkal. Hívtunk vendégelőadókat, volt bibliakör, voltak ilyen egyházközségi beszélgetések. Nagyokat is elhívtunk, ugye, mint a nagy protestáns lelkész, ugye, aki a pszichológiában annyira hozzáértő volt, ugye, ez egy nagy ajándék volt, hogy lehet szívbetegség ellen hozni, valaki elosztva és vitte. Aztán ott voltak a különböző ilyen házaspárok, ismerősök, akár Budapestről, mások, akik vallomást tettek, tanúságot tettek. Ezek nagyon sokat jelentettek számomra. Igen, hát tulajdonképpen nem volt távol Budapesttől az otthonától, de azt gondolom, mégis nehéz időszak lehetett megszokni egy teljesen új környezetet. Ebben természetesen segített a hit, de azért hogyan sikerült úgy otthonra lelnie, hogy ez átlépjen ezen? Hát nem sokat tanakodtam, szerény volt a lakás, viszont egy ilyen műhely volt mellettem egy egykori bányászházban, de hát össze lehetett hangolni, meg voltunk egymással, tisztelete, barátsággal, és a templom arrébb volt ennek az őshonos erdőnek, park alakított világnak, ott azon kis dombon át a túlsó szakaszán, pár száz méter, és a templom nagyon szép volt, otthonos, egy ilyen eklektikusan, ilyen hagyományokra visszaépülő templom, nagyon otthonos volt számunkra, ott volt egy terem, amiben ugye a Dantem szörnyű nagy kája is be volt építve, ezt persze akkor nem kapcsoltuk be, hanem egy kis hőktárs kájánál ott beszélgettünk, ez volt a fogadóhelyünk, hétköznapokon, akár mise után is össze találkoztunk. Hát összealakult egy ilyen összetartó társaság. A rendszerváltás miként érintette önt, illetve a közösséget? Hát nagyon ismert, ugye már a Emző Solymos Andrással rendszeresen összetalálkoztunk, erről tettő olyan jelzéseket, ugye jobban benne volt a napi politikai életben, hogy itt valami lesz, valami újdonság lesz, és hát olyan módon tört ránk, hogy amit akkor el lehetett érni, akár Budapest stadionban az a nagy találkozó, ilyen ökumenikus jellegű, meg más egyéb, amire lehetett elmentünk. Sőt, megneszeltem azt is, hogy egy hívő házaspár révén, hogy Nagymaroson elkezd élni a ifjúsági találkozók sora, és oda elmentünk Trabanttal, Visegrádra, Kompal át, és hát mérhetetlen jó élmény volt, és abban egészen bele is tudtam kapcsolni, és meg is hívtak az ottani rendezők, hogy olykor legyünk ott együtt szolgálatban. Hát ez már nagyon nagy szó volt, és ugye ez kicsit humorosan az idők jeleit visszaidéze, hogy ugye kifogásolták, hogy miért hangosítják meg a nagymarosi ősi templom mellett az a kis teret, ugye oda kitett hangszórókkal, mondták, hogy hát akkor engedelmeskedünk, és föltették a toronyba a hangszórókat, és itt tízszer messzebb ment el a hang, és még többen figyeltek rá. Ez Isten humorához tartozik, az ilyen jelenség volt, ilyen nem egy. Akkor már rendtársaival együtt gondolták, hogy bekövetkezik az, hogy ismét a teret nyerhetnek az egyházi iskolák? Hát ez ilyen nem gyorsan ment, annyi volt, hogy az apátunkat ugyan külföldön stánzva a Sígimnános Ciszterci apátságban benedikálták apátá, de ez azért lehetett, csak nem volt nagyon, szóval lehetett tudni, nem lehetett nagyon mondani, és akkor ő már mert bennünket néha összehívni, és akkor még többen voltunk, aki számüzetésben szerteszét szolgáló papok lehetett köztük, műszerész vagy gyári munkás volt, aki mégis a pasztázó visszakerült,
hát összejöttünk, vagy pedig idősek, akkor a nyugdíjas világ, csöndes otthoni világukból jöttek, nagyon örültünk egymásnak. Pulszky Bernát atya jut eszembe, aki a Balinkán, akkor már tárnokon, ugye ott meg összejöttünk, és akkor mindenkit oda ment, fejet hajtott előttünk, és mondta, hogy örülök, hogy itt vagy. Hát ez kifejez mindent. Végig mindenkinek így odaszólt, hogy örülök, hogy itt vagy. Hát ilyen módon már kezdtünk néha kicsit találkozni, egy-két alkalom, egy névnaphoz kötöttem. Miként érintette a meghívás? Ugye tudjuk, hogy a József Attila gimnáziumból Ciszterci Szent István gimnázium lett, és ez így volt rendjén, hiszen Klebelsberg Kuno iskolája milyen más nevet viselhetne, mint hogy visszatérni az eredendőhöz, és ennél abban az időszakban azt gondolom, hogy nem volt fontosabb, és azt hiszem, hogy ezt mindenki üdvözölte. Ön milyen gondolatokkal érkezett meg, hiszen már 2011-et írunk ilyen értelemben Székesfehérvárra? Hát készséggel azért minden nap szinte eltűnődök azon, hogy lehet Szent István és Boldog Izrael és Szent Ön nyomában lépni, majdnem szó szerint, és nagyon meghat a városnak a sok igazán élő és valósan fölkínált emlékezése, a gyökerekhez való rámutatás, ezen a városban nagyon egészséges, nagyon rá is fér a város, hogy szabadabb legyen, ne annyira zárkózott, és hogy a fölkínált nagyon sok kultúra, zene és ilyen vizuális egyéb kultúrába, igényes adásokba, színházvéletbe jobban bekapcsolódjunk. Én remélem azt, és ahol lehet, igyekszem elősegíteni, hogy ez a regenerálódásunk a Krisztusiban, a kereszténységben, a magyarságban, ebben a város fölfrissíti, odáig minden vagy lehetőség megvan rá, minden segítség hozzá, hogy ez eredményes legyen. Mi mindent kellett tenni ahhoz, hogy a József Attila gimnáziumból nem csak a nevében legyen Ciszterci Szent István gimnázium? Hogy fogtak munkához? Hát egy lassú épülésben vagyunk, még mai napig is. Örömmel látjuk, hogy lépten nyomon bizonyos kis jelenségek egyre pozitívabbak. Hát elkezdtünk egyszerűen emberek és testvérek lenni. Nagyon jó a vezetés, az igazgató hihetetlen kedvesen, megértően és nem kritikusan, inkább derűsen. Tud minden még a problémát is megoldani. Összefogott a tantestület, pláne most az új helyzetben a képült, megépült új szárnyal van végre egy nagy közös tanárja, amely féltek tőle a tanárok, annyira most üdvözlik, mert fényes, mert egy erkély, fák, stb. Tehát, hogy valami nagyon emberséges lett, bőven van, sokkal több helyük van, mint a Kuli Pintyó kis szakmai szobákban. Úgyhogy ez is jobbat lendített rajtunk egymás közt is, a diákok pedig, hát azért, hogy cél, hogy ciszterci, az egy fogalom, és valamiképpen megszerették. Nagyon szeretnék ott lenni, pláne az új szárny annyira otthonos, és olyan jól lehet az iskolában közlekedni és létezni. Vannak ilyen kis körök, klubos helyek is, egy asztal körül ott tanulnak, vagy egymást segítik, vagy megbeszélnek. Igazán nagyon jó. Tehát maga a légkör is, meg az egymás elfogadás, az épít. Most már nem igen van ilyen cinisztikus, vagy ilyen háttal az egésznek magatartás. Aki küzdőbb gyerek, ugye nagyon egyrészt az elvászlők gyerekével, nagyon-nagyon velük érzek, mert vajon ki kell javítani ezt az féloldalasságot. Ez gyereknek, hogy azért van két kezé, apja anya kezét fogja, vagy fölnőtt korban ugye az ő irányításokat elfogadja, és velük el tudom beszélgetni. Meg azokat is, akik valamilyen körülmény folytán valamilyen betegséget, nehézséget hordoznak, vagy nehéz családi körülményeket, különösen figyelünk rájuk, vagy legalábbis szeretnénk. És ugyanakkor pedig nem lehet eléggé támogatni, örülni annak, és mértéket tartani abban, hogy mi, ahol különféle módon a fiatalok szerepelnek, megmutatják magukat, és összefognak egymással. Zenélet, énekkultúra, ugye bárban van, akkor majdnem minket hívnak nagyon sokszor. Aztán ugye a különböző versenyek, tanulmányi versenyek, középiskola és a többi, majdnem mindig élvonalban vannak az osztályban egyik-másik, egy vagy csoportok. Tehát ez mind lendíti őket, és van egy szerves napi munka, amit hát igyekezünk emberségesen, de követelményeket támaszva. Aki tisztelek, attól követelek, mondta a régi mondás. Nyilvánvaló. Hát, ezt nagyon mosolyogva kell ezt tenni. No, egy kicsit még térjünk vissza, hiszen ön úgy fogalmazott, hogy az Úristen nagy kegyelmi ajándéka, hogy segíthetünk a jövő nemzedékének formálásában. Ez nagyon sok mindent mond. Ugyanakkor ez természetes, hogy nem mehetett egyik napról a másikra. Mi mindent kellett tenni a hétköznapokon, hogy valóban ünnep lehessen a hétköznap is?
Hát mindenképpen egyrészt egy olyan benső meggyőzés, kiegyensúlyozottság, béke, amit a hit ad meg legmélyebben, hogy az ember egyensúlyban igyekszik lenni, nem túl dolgozni, túl aggódni, hanem valami egyensúlyban, föltekintve kezdve a napot, minden reggel földobjuk a napot az Úristen, ezt fölnézünk rá, hát nem a plafonra, hanem kiúzunk, emberi méltóságban Isten, és odafigyelünk, ma reggel is így volt, és utána földobjuk, föladom, fölajánlom, akikkel csak találkozom, ami ma lesz, tehát kell egy ilyen egyensúly hozzá, kell az, hogy egymással szóba álljunk, egymást megértsük, egymás gondjára odafigyeljünk, vagy örömeire, és hát kell egy nyilvános program, amit az egyházban nagyon megadott, ilyen szinodális úttal, aminek ma reggel is elképesztő jó szempontjait hallottam Rómából, vagy igen rádióban. Tehát ezek nagyon sokat segítenek, hogy van célunk, ez egy fogalom lett a kaszap évben, a jezsuiták besegítésével, ugye ezt ők megfogalmazták, hogy Kaszap István igazi nagy adománya, ajándék, a felénk öröksége, hogy van célunk. Ez a ciszterciével és az alliterál C betű, ugye, hogy ciszterci és cél, és ezt egyik másik aztán magáévá tette. Ezek lendítő erők vannak, ezek a diáknapok, most éppen a tanulásról szól, de közvetve mégis, de van egy játékos, versengő, és egy végülis királyt választó, az érettség osztályok egyike adja ezt a királypárt, királyt és királynőt, meg is koronázunk, meg is áldjuk őket, hatalmas élmény ez, majd egy hétig tart most már, de a tanulmányokat nem zavarja, hogy a tanulás van, mert kevesebb ilyen számonkérés dolgozat. Ugyanakkor pedig a délutánokban hát pazar játékok, és ilyen szereplések, ilyen osztálymérkőzések, és a végén hát egy ragyogó ünnep, amikor egész pénteki napon egész délőtt különböző adásokat lehet elfogadni és gazdagodni. Én annak örülök, hogy a ciszterci mi volt ott, meg lehet ilyen kvízes játékkal ismertetni az ötödikesekkel, a bejövőkkel, bejöttekkel. És ha ezt mondjuk bejöttek, arra külön ünnepe van, amikor valakit befogadunk, kap egy érmet és egy ciszterci címet, meg egy szentírást, egy szentmise keretében. Tehát hemzsének ezek az alkalmak, amikor egészen mélyen értéket megragadva tudunk összetalálkozni. És ennek sodra van, ennek húzása van, és előbb-utóbb mérséklődik az ellenállás, vagy a figyelmetlenség, és fokozódik az odaadás, a részvállalás. Igen, hát nyilván önök összefüggésekben gondolkodnak, és ez így van rendjén. Ugyanakkor nyilván ebben bizonyosan nagy segítségére volt önöknek is a hittan visszatérése az órarendben. Igen, hát ez mennyi változást hozott? Hát még mindig vívódunk, hogy lehet ezt egyre korszerűbbé tenni. Magam most vénségem egy egész nagy fordulót tettem, hogyha most egy hónapban egyszer kapok egy órát valamelyik osztályban, mindegyik osztályban egy-egy órát, akkor egy nagyon programot dolgoztam ki erre. Idén a Biblia kezelésével foglalkozunk, szinguláris helyeket, egyes helyeket kiválasztottunk, és azt nagyon ügyesen átgondoljuk, van mint két tanárság, nagyképűek legyünk, két fiatal fölkészül, és akkor velük együtt, az egész osztály számára, sőt, csoportokba őket is bevonva, dolgozunk ezt föl, és roppant érdekes dolgok jutunk rá, elmélyedünk, hát ez például nagyon érdekes. És a kollégám is erre törekszenek példaadon, és egymástól is tanulunk, ma reggel is volt egy közös elmélkedésünk, arra törekszünk, hogy sikerüljön a fiatalságot úgy megszólítani, hogy gyakorolják, éljék, megtapasztalják a hit erejét, és ne csak tanulnak róla. Tehát a tanulmányi szint, az átadott igazságrendszer, az nagyon értékes és jó, nincs is abban nagyobb hiba, de hogy ezt megéljük, ennek az örömét, erejét érzékeljük, hát ehhez kell nagyon formálódnunk, nekünk tanároknak is. Ahogy idézem önt, meg kell mutatnunk, hol van a határ és hol van az út, ez a feladatunk. Igen, köszönöm. Igen. Ez mindenképpen az a jövőkép, amely nagyon-nagyon fontos, és nem csak a ciszterci Szent István gimnáziumban, hanem általában a középfokú oktatásban? Most jelenleg az egész Gyémánt misém kapcsán, és az a jövőt harmadik szemben az Isten hűsége, és az együttműködés nyom a harmadik a jövőkép. Ezt azért kell nagyon hangsúlyoznunk, mert jelenleg nem túl sok figyelem folyik a jövőre, hiszen a közelmúlt vagy a közeljelen igazán keserves és nehéz dolga van tele.
és a jövőre, mintha nem figyelni, mert más dolog kellemeset nyalakodni, érezni, nem mondom, hogy ne legyen kellemes életünkben, de nem ez a végcél. A boldogság egészen más. A boldogságnak annak végtelen távlata van, az transzcendens, az a pillanaton túlmutató távlata van, és éppen ezért kell a jövőnek a boldogság irányát keresni, tehát hogy mi az az ember, amiért élünk, amit alkotunk, amiért még akár szenvedünk is, hogy ennek mi az értelme és hová vezet. Tehát valamiképpen a nagy emberi témákat, a emberi méltóság témáit, az emberi mi voltnak a nagy vektorait össze kell gyűjtenünk, és be kell mutatnunk, és vállalnunk kell. A fiatalok alig szeretnek a jövőre gondolni, mert elköteleződni nekik nagyon nehéz. A pillanatban gondolkodnak, erre vannak rákészítve, néha keleténél jobban is, vagy keservesebben is, és ezért a nagy távlatokat néz, hogy mi lesz ő, milyen hivatást választ, hogy mit jelent egy házasság, hogy jól fölkészülni, és egymást nem nyalni, falni, hanem megtalálni az értéket, amiket közösen lehet majd megélni, és azokból gyermeket nevelni, családot alakítani, jövőt formálni, társadalmat építeni, hát ezekre irányít a figyelmet. Tehát igyekszünk nagyon jövőnek feszülni, ilyen értelemben. Nos, azt hiszem, hogy ez egyértelmű és világos jövőkép a transzcendenciával együtt, hiszen erre szükségünk van ebben a felgyorsult világban is. Atyám, mit kívánhatunk önnek? Hát üdvösséget mindenképpen az Úristennél, mert egyszer el kell számolnom. Ez egész beszélgetés volt arra, hogy kénytelenek átgondolni az életemet. Sok minden most egyébként is előjön idősödően, mint korban az emberben. De hát, hogy el tudjuk számolni az életről, nyilván ez ahogyan megtetett, hogy Benedek pápa neki gondolom nem volt nehéz. Hát másrészt, amíg az Úristennek úgy tetszik, hogy engem itt forgalomban tartok, igyekszek ennek megfelelni. Tényleg nagyon sok kis apró vagy nagyobb jelentőségű dolog merül föl. Semmit sem elkapkodni, semmit sem agyon halmozni, hát megfelelő mértékben. És ugyanakkor pedig hát annak örülök, hogy sok testvérem van, most nagyon kiderült az elmúlt napokban vagy hetekben. Hát nagyon sokkal vagyok így barátságban vagy lelki kapcsolatban. Hát ez persze, hogy Isten áldja meg, azt kívánom, hogy legyen a javukra. Atyám, köszönöm szépen, hogy megtisztelt, jó egészséget kívánunk önnek minden székesfehérvári nevében, és köszönjük, hogy megtisztelt bennünket még egyszer. Hát én vagyok igazán hálás, és hát dicsőség az Úrnak, és boldog élet mindenkinek, aki szereti az életet és vállalja. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, Brückner Előd Ákos atyával beszélgettünk immáron harmadszor, hogy mi mindent kell tenni ahhoz, hogy tisztességgel és felelősséggel éljük az életünket. Köszönöm figyelmüket, tartsák be, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.